Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Most akkor ijesztő vagy nem ijesztő az ilyen típusú hölgy, mint mondjuk ti vagytok szerint? Mert számomra nem, számomra pedig az ilyen típusú hölgyek a kihívás. Szerintem az erős férfiaknak ez egyáltalán nem ijesztő. Most ezzel nem bokkolni akartam, de mégis... De sikerült! Sikerült! De nem, hát nyilván egy erős habitusú nőhöz egy még erősebb habitusú férfi kell. Annak ijesztő én azt gondolom, aki nem elég erős. Akkor viszont nektek mondjuk sokkal, úgy gondoljátok, sokkal kisebb a merítési lehetőség ezáltal a férfiakból? Én azért mert hogy kevesen vagyunk és egyre inkább fogyunk? Néhány fogalomzavar, tehát én nem a hasonló típusú hölgyekre gondoltam, amikor azt a szót használtam, hogy ijesztő, tehát én nem Dórira vagy magamra gondoltam, hanem azokra nagyon-nagyon domináns hölgyekre, akik otthon is szeretik viselni azt a bizonyos nadrágot. Tehát azokra a túl emancipált hölgyekre, akik én azt gondolom, hogy hát egyikünk se ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ők ijesztőek, de mindenki máshogy értelmezi ezeket a fogalmakat. De ezt nem biztos, hogy tudjuk például, ha mondjuk csak itt mondjuk TV2-n belül beszélgetnénk és találkozunk veletek, akkor van egyfajta személyiségetek, amit ugye nagyon nehéz mondjuk megismerni akár kollégális szinten is. Tehát nem biztos, hogy mondjuk nekem az elképzelhető, hogy te mondjuk otthon nagyon-nagyon nőies vagy, hanem lehet, hogy ugyanazt a stílust hozod egyébként, amit mondjuk itt a TV2-n belül. Én nem gondoltam még magam, hogy ezek szerint én férfias vagyok. Nem férfias vagy, határozott nem vagy. Nem gond, hogyha máshogy viselkedik az ember mondjuk munka közben, és hogyha hogyha egy férfi van mellette. Tehát én is sokkal határozottabb vagyok, amikor egyedül vagyok és dolgozom, és ha meg hazamegyek, akkor szeretek nő lenni. Így van. Volt már olyan esetleg, hogy egy párkapcsolatban vagy egy férfi miatt ebből a határozottságból, magabiztosságból egy kicsit visszavettetek azért, hogy kicsit jobban elfogadtassátok magatokat? Én biztos, hogy nem. Hát én a saját személyiségemet szeretem adni az első perctől kezdve. Úgy is kiderült, hogy valaki szerepeket játszik. És én azért tudok a férjemnek. Az egy másik történet, mert az a munkámhoz tartozik, de magánemberként nyilván nem. És én azért örülök a férjemnek, mert hogy mellette tudok nő lenni. És én ezt láttam otthon is. Nekem az édesapám is nagybetűs férfi volt, anyukám meg nagybetűs nő, és én ezt a mintát követem, úgy gondolom. A szakmátokban segít ez a fajta határozottság, akár mondjuk a régi szakmád, akár most, hogy mondjuk műsorvezető vagy? Mindenképpen segített. Itt ebben a szakmában szerintem határozatlan ember nem sokáig jut el. Úgyhogy muszáj. Sőt, szerintem a szakma ki is kényszeríti. Tehát amíg nem vagy ott, hogy kellőképpen határozott legyél, addig nem tudsz előrébb lépni. Akkor lehetséges az, hogy mondjuk ez egy ilyen kötelező út is egyben? Igen. Ez magával vonja. Én azt gondolom. Volt olyan esetleg, amikor rossz tapasztalatotok volt ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy a határozottságotok egy annyira negatív van sült el valaki szemében, hogy... Szerintem ez sokak számára, tehát nekem biztos, hogy volt már olyan férfi az életemben, aki megijedett és hanyat homlok elszaladt de mit, tőlem. De akkor ez nem igazi férfi. Mi volt a konkrét példa? Mit mondott, vagy mit csinált? Hát nem mondott semmit, nyilván... Eltűnt? Volt ilyen is, hogy eltűnt, persze, de ezt őt minősíti, és ilyenkor az ember, legalábbis én le tudom venni azt, hogy oké, hát akkor valószínűleg nem ő a megfelelő partner ehhez, hogyha ráadásul nem is tudja lekommunikálni, tehát hogy nem mondja el, hogy mi a baj, hanem egész egyszerűen így elhal ez a szál, és hogyha az ember egy kicsit idézőjelben felülről tudja nézni, és érti ezeket a folyamatokat, akkor nagyon könnyen helyre tudja tenni magát. Oké, de hogyha az a típusú férfi mondjuk nem felelt meg, te ettől feltétlenül eltűnsz ugyanúgy, vagy azért lekommunikálod felé, hogy én korrekt vagyok ebből a szempontból, tehát én nem szeretem a nem kimondott dolgokat. Tehát én megírom, leírom, elmondom, találkozok, és lezárom. Ebben a sorrendben megírom, leírom, találkozom, egyébként igen, és lezárom. Képzeld el, hogy írásban jobb vagyok, mint szóban. Ez sokan így vannak ezzel, nem? Többen így vannak, ugye? Nem domináns vagy inkább, hanem szerintem korrekt vagy, és azért sokan összekeverik ezeket is. Tehát attól szerintem nem domináns valaki, hogyha őszintén elmondja az érzéseit. De miért nem hisztek nekem, hogy azok vagytok? Tehát már ha valaki őszintén elmondja az érzéseit ma Magyarországon, az már domináns. Én azt gondolom, hogy az egész világban most egy picit zizi a helyzet, és a társadalmi szerepvállalás egy kicsit eltolódott, én úgy érzem, illetve a férfi-női szerepek között nagyon sokan fogalomzavarban szenvednek. Vannak átfedések. Tehát én azt gondolom, hogy én a klasszikus modellnek a híve voltam mindig, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy olyan sztereotípiákban gondolkodom, hogy én otthon csak mosok, főzök, takarítok, mert szegény férjem most kap szerintem való a szívéhez, bár igaz, hogy autópályán van, úgyhogy nem nézi, jelen pillanatban nem nézi az adást. De azért azt látnunk kell, hogy mi vagyunk a gyengébbik, nem. Viszont arra is sok példa van, amikor egy sorstragédia következik be családon belül, vagy valami olyan súlyos élethelyzet van, akkor néha a nők előbb eszmélnek, és valahogy jobban össze tudják magukat szedni, néha és ők a támaszai a férfiaknak. Vagytok, ezt én, igen. Ez igaz. Igen.
Miben vagy, mi van mondjuk te igazából erős, amit mondjuk magadról tudsz, akár párkapcsolaton belül? Én nagyon gyorsan hozok döntéseket. De tényleg? Tehát, hogyha bennem megszületik egy gondolat, vagy elkezd aggasztani, akkor nagyon gyorsan levezetem magamba azt a folyamatot, hogy vajon ez miért van, és... Őt én engedtem be direkt. Köszi, hogy megzavarjon. Jól sikerült. Tehát, hogy levezetem, és elhatározom, és elmondom, kimondom. Tehát egy férfi odalép hozzád. Egy vadidegen ember itt mondjuk filmgyáron belül, és azt mondja, szeretném meghívni önt egy kávéra, akkor azonnal döntesz, vagy lehet az, hogy nemet mondasz, de egy hét múlva elgondolkodsz, hogy de jó lett volna, ha. Nem. Nyilván szituációtól függ. Tehát, hogyha nincs senkim, és mondjuk szimpatikus a férfi, akkor elgondolkozom rajta, nem biztos, hogy azonnal. De válaszol. Hogy döntesz? Ja, nem is azonnal válaszol. Ne, hát beszéljünk róla. Írjunk, cseteljünk róla. Igen, nem, beszéljünk róla, és akkor átgondolom, nyilván kitartás kell hozzá. Tehát most egy ilyen kávé meghívás annyira engem nem tud elvarázsolni. Miért gondoljátok azt, hogy egyáltalán ez kialakult a férfiakban, az, hogy így megijednek az ilyenfajta nőktől? Mert én nagyon örültem, amikor különben olvastam ezt rólatok, hogy ti is ilyenek vagytok, mert nem is ez jellemző, viszont én is ugyanezt tapasztalom, hogy megijednek. De miért alakulhatott ez ki? Mert nagyon magasak az elvárások mostanában, a férfiakkal kapcsolatban is. Tehát a társadalom összességében... Tehát tényleg elvárja a férfiaktól, hogy sok pénzt keressenek, nagyon intelligensek legyenek, el tudjanak tartani 8 családot, mindenben akár szuperek legyenek, nyilván a nők felé is hasonlóan magas elvárásokat támaszt a társadalom, és szerintem rengeteg férfi és nő ettől ijed meg. Ezért nem mernek a nők lenni, és nem mernek adott esetben. Szerintem a férfiak vágynak az ilyen típusú nőkre, csak valahogy a könnyebbik utat választják nagyon sokszor. Mondani. Tehát, hogy annyira nagy a... hogy mondjam, a bejövő impulzus szerintem túl sok nő, bárki túl számára. Túl sok lehetőség, és dolgozni meg senki nem akar a jóért. Kimó, bizony. De miért? Küzdeni. Egyébként dolgozni kellene? Hogy jó kapcsolatért? Egy nőért küzdeni. Ezt tényleg megkérdezem? Nem, a hódításért igen, de azért, hogy utána az a kapcsolat jó. Fennmaradjon. Hát meghódítani még egyszerűbb, mint fenntartani az érdeklődést. Én azt mondjuk nem biztos, hogy munkának mondanám, hanem egyszerű életérzésnek, ami mondjuk a férfihez kell, hogy párosuljon. Azért vannak... Én szeretném meghódítani minden nap. Én nem gondoltam, hogy te álmodozó vagy, de ez egy picit ilyen álomkép szerintem egy kapcsolaton belül, főleg egy hosszú kapcsolaton belül, hogy nem kell ezért dolgozni, csak így... Én akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem biztos, hogy munkának látnám, hanem annak, hogy ez egyfajta kötelesség egyébként a férfiak részéről, hogy minden nap udvaroljon egy picit annak a nőnek, akit választ. Igen, és ez szépen hangzik, csak ezt a mindennapokban nagyon nehéz, ez biztos. Jó, én minden nap többször tudom hozni, a mindennapokban mások nem, én minden nap többször. Nagyon kedves nézők, most végre megtudtátok, hogy Berki Krisztián úgy, ahogy van, a szuper tökéletes, a felhajtott nadrág. A nadrágommal együtt. Bevállaltam Claudia kedvére. Látjátok, is fel is teszem, ugye, hogy jó? Tényleg. Egyébként szerintem tök jó. Úgyhogy Claudiának dicséret jár. És a pasik adják önmagukat, mi csak ezt szeretnénk kérni tőlük. És hogy hát dolgozzanak is egy kicsit. Nyilvánvaló, hát ahogy mi megpróbálunk sokat megtenni egy kapcsolatért, úgy nyilván ez. De tudjátok, milyen nehéz folyamatosan nemet mondani? Tehát az is nehéz azért a férfiak, mint ahogy szerintem nektek is. Tehát amikor nagyon sokan udvarolnak nektek, akkor azért az is egyfajta probléma, nem? Hát azért ne sajnáljuk magunkat. Szerintem, hogyha van egy határozott, domináns nő, akkor én azt vettem észre, és nekem ez a tapasztalatom, hogy nem annyian udvarolnak különben nekik. Nem, egyébként ez tévhit, tényleg, hogy nem merik megközelíteni, vagy már messziről tudják, hogy tényleg melós lesz. Igen. Igazatok van a melóban, most hogy végig gondoltam. Mert igen, amikor egy domináns nő van otthon, akkor minden percedben élesnek és fókuszáltnak kell lenni. Meg kell tudni tartani. Igen, meg az okos nőktől is nagyon. Hogy kell megtartani egy ilyen nőt? Tessék, akkor még erre választhatok. Hogy kell? Hát ez egy nagyon összetett dolog szerintem. Mennyi a műsoridőnk? Az én részemről, én magamról tudok beszélni, más nevében nem beszéltek, de a mindennapi figyelmesség és a nagyon sok beszélgetés szerintem nagyon fontos, hogy az asztalon legyenek ott is a problémák, tehát hogyha valami nem tetszik, odafigyeljünk egymásra, tényleg megkérdezzük, hogy vagy, attól függetlenül, hogy ne szokjuk meg nagyon, hogy egymás mellett vagyunk, és egyébként még a néha, amiről beszéltünk Lindával is a Mokkában, hogy néha, hogyha távol vagyunk egymástól, az is jót tud tenni. Igen, az őszintességgel tudnám még kiegészíteni, meg azzal, hogy adjuk meg a másiknak azt a kis szabadságot, ami néha igenis kell. Például elmenjek a barátnőmmel színházba, vagy a szabadságot, ha nekem megadjátok, és a férjéteknek, barátoknak, az nagyon jó, az működik. Legfontosabb, nekem viszont mindenképpen a férjeddel kell, hogy beszéljek, mert nekem kell tudnom a kódot, hogy a domináns nőt hogy lehet megtartani. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.